3 menet lesz a mai meccsen. Science fiction, hölgyeim és uraim, itt délután ma nem lesz, annál inkább lesz box meccs, ami tudományos eredményeken alapszik. Most még nagy a barátság. Ki szeretné azt, hogy a gyereke a társadalom alsó 30%-ába kerüljön, és ne legyen esélye onnan kitörnie? Ki szeretné, hogyha a felső 10%-ba kerülne? Beszélünk majd egy kicsit bővebben, hogy kiválogassunk olyan személyeket, olyan embriókat, amelyekből magas, kékszemű és borzasztóan okos valaki lesz, akkor azt nem szereti a társadalom. Az én álláspontom az, hogy lesz designer baby, a társadalom véleményét meg fogják változtatni ez ügyben, azonban ez nagyon súlyos kockázatokhoz, és társadalmi kockázatokhoz is vezet. Tehát 1893-ban én egy genetikai tesztet végzek arról, hogy mi a leginkább genetikai erősebb, genetikai prediktor arra, hogy valaki orvos lesz vagy nem, az a genetikai index, az nagyon erősen az Y-kromoszómához kötődött volna. Ugye, kolléga létrehozta a CRISPR bébiket, 2018-ban születtek meg. Tulajdonképpen az egész vitánk oka fogyott, hiszen már vannak designer bébik, tehát nincs is miről vitázni. Most egy dolog történt, én remélem, hogy nem látta senki, egy 100 eurós becsúsztatott a zsebembe. A piros versenyző az előbb. Ezért most egy nagyon rövid válaszra kap lehetőséget. Nagyon érdekes volt az a komment szekció, amit ott láttam, mert az első hetekben, első hónapban körülbelül hatalmas lelkesedés volt, hogy ez milyen klassz dolog, végre megvan, megjött az új világ és a szuper világ. Én csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy én mindenkit lebeszélnék arról, hogy YouTube és Facebook komment folyamok alapján döntsön bármilyen társadalmi kérdésben. Köszönöm szépen! Második menet előtt egy kis pihenésre lesz lehetősége a versenyzőknek. Nem mindegy, hogy egy fék fényképet nézel, vagy egy fék genomot? Lesz meglepő az első expozém alapján, hogy itt a válaszom az, hogy nem. Nem véletlen, hogy a szekvenálás valószínűleg a világtörténelem leggyorsabban fejlődő tudomány területe volt, technológiai területe volt. Lehet kapni Baby Mozart CD-t is, vagy playlistet a Spotify-on meg lehet találni, csak minek? Tehát, hogy attól ugye a gyerek biztos nem lesz muzikálisabb. Én nem hiszek a tudományban.